Csóka, átjöttünk a Horizonthoz, és egy kicsit elkaptuk Balást, mert hogy csináltunk egy közös triplaipát, ami a Horizont Playground Series 007-es név alatt jön ki. Dobozunk még nincsen, de Balázs volt annyira jó fej, hogy a tankból így a megjelenés előtt pár nappal szedett ki nekünk pár pohárral, és bár nagyon nem szeretett volna benne lenni a videóba, de Tamás kérdésének senki nem tud ellenállni. A poci szemei. Igen, csak azt akartam kérdezni, hogy ugye volt a Pilot Series, és akkor ott elengedtétek ezt a számozzuk meg a söröket dolgot, és akkor így jött a Playground Series. Aztán csak egy picit benne van a számozás, de igazából csak a Star-t akartuk volna mindenképp leválasztani. Azért a vége felé már főleg egyre több volt így a Star-t. Előbb egy frissíteni is kellett volna, meg már ezért egyébként a 20-as számmal jártunk, úgyhogy már kicsit elégyencs volt. Túlra. Hát ti már csináltatok ugye dupla, ti már csináltatok triplai párt annó, az a Jack the Ripper, vagy valami... Jack the Tripper, az kibaszhat jó volt. És akkor én mindenképpen azt akartam, hogy amikor újra csinálunk egy sört, akkor ez egy triplai pár legyen. És ezt így egészen együtt toltuk le végül a komlózás, az milyen lett? Mit tettünk bele? A Centennial Nelson, ugye? A Lány Galaxis ment bele? Igen. Most így fejbe meg nem mondom, mert ez már két hónapja készült ezt a sört. Felkészültem, és adottunk neki ennek a videónak. És alkoholfokra egyébként hol? 10,5%. Ja, tehát ezeknél a triple IPA-knál azért az van, hogy általában ezek 10% fölött vannak, és akkor talán itt a duplán vagy triplán hideg komlóztuk. Triplán volt egy brudé hop, volt egy főeredés közben, Igen, tehát úgy alapvetően ezeknél a dupla meg tripla hideg komlózásoknál sokan belemennek abba a hibába, hogy csak így azt gondolják, hogyha valamiben több hidegkomlót teszel, akkor az duplán hidegkomlózott, de valójában ezeknek csak akkor van értelme, hogyha különböző szakaszában adjuk hozzá a sörhöz. Tehát a brúdéoknak van értelme, még mielőtt elkezdődik a sörnek az erjedése, általában az szokott lenni az első hidegkomlózás. Az erjedés vége felé, de még az erjedés lezárta előtt van egy második szakasz, azt mi nagyon gyakran szoktuk használni. És akkor a harmadik már leerjedt, teljesen leerjedt állapotában, amikor már ez a biotranszformáció nem történik meg, az egy teljesen különböző új réteget ad hozzá a sör. Ez az a klasszikus hidegkomlózás, az, amit a legtöbben használnak. Szóval ez most mind a három szakaszt. Igen, ezt a utoljára pedig trájó kapott. Igen. Közben azért elkezdtük itt kóstolgatni már, nem bírtuk kivárni ezt, hogy elkezdünk beszélni az illatáról, de itt, amikor a videó előtt volt egy kicsit bemelegítő beszélgetés, akkor a Balázs talán a papaját említette, mint illat, és nem is nagyon tudom szabadulni ettől a gondolattól, mert tényleg ilyen nagyon bindám benne van. Nekem még egy pici barack is van. Nagyon érdekes egyébként, mert iszonyatosan király a keserűsége, és egyébként viszonylag hidegen, annyira jól maszkolja az alkoholfokot, pedig viszonylag hidegen kéne, hogy a legjobban kiugoljon az alkoholfok, hogy nekem egyébként nagyon tetszik ebből a szempontból. Kicsit így bizsergeti a nyelvedet, és nem tudod eldönteni, hogy a keserűség bizsergeti a nyelvedet, vagy a magas alkohol. Nekem a fejemet bizsergeti már most. Stílusra végül egy ilyen hibrid, olyan, mint fél, kicsit olyan, mint a West Coast lenne, de egyébként a lágysága meg kicsit olyan, mint a New England lenne, de alapvetően talán, ha valami felé húzni kéne, akkor ez inkább egy ilyen klasszikus stílus nekem. Ha csak annyiban nem West Coast, hogy nincs az a nagyon durva megérkezés. Amit egyébként én nagyon szeretek a West Coast ipákban is, amikor valami jön és így állom el. De itt maximum tényleg, amikor leversz majd egy ilyen 0-33-asat, és aztán még egy belőle, majd az lesz az állomra is. Én bár mondom, nekem még azért nem tökéletes az ízérzékelésem, de én a pomelót dobnám be, mint egy pici keserny, a keserny a textúrája.
nekem egy picit így a pomelóra hajaz. Ez lesz az, amit viszont láthatjuk. A Balatkot a Balázsra hagyta, a pomelók meg rá. Egyébként meg egy viszonyosan. Nem tudom, hogy egy portálon a pomelót egyáltalán. Karácsonyra a fa alában. Nem, nagyon sokszor szoktunk lenni, mert egyébként maga azért itt várja kibontogatni a pomelót. Azt így ki kell hámozni, ugye nem lehet így gerezdesével lenni, mint a narancsot, hanem nagyon keserű az a héjjel, és így ezeket a rostokat egy-ezekbe ki kell hámozni, és akkor nem olyan keserű, mint a grapefruit, de nem olyan édes, mint itt a narancsot, hogy mandarin tenni. Ugyan az a része keserű, mint a grapefruitnak? A verónak? Nem annyira. A grapefruitnál ott ugye megeszed sokszor ezeket, a grapefruitot nem mindig hámozott ki. Viszont a grapefruitnál van egy savanyúság, a pomerónál meg inkább ez a keserű egy édességgel párosul. Azért gondoltam ezt erre. De úgy így nagyon bitan lett ez a sör. Mostanában azért a Horizonnak a söreire szerintem elmondható, hogy nagyon letisztultak, meg nagyon pontosak. Szerintem ez most így ugyanezt tudja lehozni. Tehát ilyen tűéles, nagyon profi. Amikor a Horizont sörök kérdeznek engem, már nem kérdez bárki, nem szoktak. De amikor kérdeznek, akkor én... Mert nem a Horizont sörökről nem szokták kérdezni, nem semmiről. De akkor azt szoktam mondani, hogy szerintem a Horizont egy tipikus példája egy alulértéknek, főzdének, és a... Az IPA-k azok, amik innen jönnek, azok nem nagyon lehet belekötni. Wow. Se a Gentle Blaster, se a Double, és most ez is egy olyan nagyon cuccos, kémes ütős IPA, amire szerintem büszkék lehetünk. Még nem okéztátok rá, de ha gondoljátok, akkor jövő héten bemutathatjuk. Akár a Methouse-ban is, hogy itt a másik, a Tekonaktól meg majd egyrészt. A Methouse már leokézták, a jövő szerdát megokézták. Már elkezdtem neked az e-mailt írni, amúgy csak. Már Balázs már elkezdte írni. Tiszkodok már. Igen? Jövő szerdő is oké lesz. Jó, akkor... Kedre elvileg beérkezik a címke, és úgyhogy kedden meg lesz a kiszerelés is. Tök jó. Fölveszik akkor csapra. Jó kis 10,5%-os izé. Vírussal, mosok. Most már én is kérdezek, elég örült hozzátok ez a sör? Egyébként, szerintem ez nagyon-nagyon szuper. Hát most a Gem 92-ünk az ennek egy jó hafizom. Elérzékenyültél teljesen? Igen. Elérzékenyültél. Ha nem benne most ilyen koronavírus, akkor Tomi kapna egy nagy ölelést, de... Igen. Most egy ideig nem ittam alkoholt, aztán most ez a kérdeci cucc, ez így leültetett. Igen. Szóval... Helyesek irálat minket itt. Szóval nagyon örülök lett, tényleg, gratulálok. Úgyhogy örülök, hogy ez lett a következő kollaborációs sörünk. Ti pedig kóstoljátok meg, mind a kettőnél lehet majd venni, illetve akkor jövő héten a Methouse-ban csapról, frissen. Érdemes megkóstolni minél frissebben, passz a körülmények között, úgyhogy ott találkozunk. Reméljük a Balázs is eljön. Meghívtuk a Horizon csapatát, egy ilyen közös... Majd legyen! Majd még kitaláljunk! Jól van!